Az Emplin Televízió kulturális magazin műsorát a Mecénást látják. Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Egy tehetségkutató műsorban tűnt fel pár évvel ezelőtt Kovácsovics Fruzsina, aki kedves egyéniségével, tiszta hangjával, őszinteségével és tehetségével elnyerte a közönség szeretetét. Azóta megjelent két lemeze, de nem találta az utat, amit mindig is elképzelt magának. Idén nyáron azonban elkészült az új album, melyben óvodapedagógus énjére építve a gyermekekhez és a gyermeklelkű felnőttekhez szól. A lemez igényes dalszövegei részben kortárs költők, Lackfi János és Szalóci Dani, részben pedig az ő alkotásai. Gyökereket és szárnyakat vallja Fruzsina, vagyis a gyerekek népzenei gyökerekre építsenek és szárnyaljanak a többi világzenei stílus segítségével. A Mecénás stábja Komluskai koncertjén beszélgetett vele. Mízes ég, kicsi ágyat vár, anya csókot ad, oly puhán. Ahogy dúdolgat, hangja megnyugtat, karja elringad, szeme szétvár a kő. Tehetségkutató műsorban tűntél föl, és onnan ismernek téged a fiatalok, a gyerekek, meg hát az idősebbek is. Mennyire jelent ez számodra terhet, vagy éppen ellenkezőleg elindított egy úton? Én ez a tehetségkutató, amiben voltam, az már lassan 5 éve volt. Így belegondolok, milyen öreg vagyok már. Szóval nagyon-nagyon régen volt, és igazából furcsa, mert olyan, mintha világéletemben ezt csináltam volna. Én szerintem ez egy nagyon különös ajándék nekem, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, főleg most már, hogy azt hiszem, hogy rátaláltam az utamra, mert az elmúlt néhány év azért nekem a koromból adódóan is egy útkeresés volt, hogy igazából egy belső is, tehát a saját stílusomat, az, hogy mit szeretni, tehát ez ilyen kamaszos útkeresés, és akkor szerintem többek között lehet ezt mondani, hogy felnőttem valamennyire, és azt hiszem, hogy most rátaláltam magamra, úgyhogy ez nekem egy nagyon-nagyon nagy lehetőség volt, és egy nagyon nagy ajándék, hogy én akkor kaptam ezt, hogy én elindulhatok ott, és elkezdhetem csinálni azt, és kapok egy nagyon erős löketet. Mert valószínűleg, hogyha ez nem lett volna, akkor csinálnám ezt, amit szeretek, de nem úgy, vagy nem így ebben a formában. Miért éppen a gyerekek az a korosztály, akit úgy érzed, hogy meg kell szólítanod? Lehet, hogy tanítós óvodaképző karájára járok, és én óvodapedagógus leszek jövő ilyenkor már elvileg. És én világéletemben nagyon közel álltam a gyerekekhez, anyukám tanítónő, és nekünk az egész életünk az így, mindig nagyon sok gyerek volt, és ezért valahogy nekem a gyerekek azok ilyen otthonos közeg. Lehet, hogy azért, mert bennem is van még egy nagy adag gyerek, tehát, hogy ez remélem, hogy ez bennem is fog maradni, amíg csak lehet. Egyszerűen teljesen más gyerekeknek zenélni, mint felnőtteknek. Nagyon, nagyon tiszták mégis, nagyon, nagyon nyitottak az újra. Azért, amikor én felnőtteknek szóló zenét csináltam, azért többször ütköztem olyanba, hogy már nem az a lényeg, hogy én ott zenéjek, hogy milyen zenét csinálok, hanem csak, hogy ott legyek, és az egy teljesen más dologról szólt. És akkor a gyerekek azok olyanok, hogy nem azért kellek nekik, úgymond, mert hogy én a tévében voltam, hanem egyszerűen azért, mert jövök, és a szövegeimmel, és a dalaimmal, hát remélem, hogy így be tudom vonni őket, és így talán értem valamennyire a világukat, vagy így benne vagyok én is, és igazából furcsa, mert ebben én is így kiélhetem magam meg. Meg egyáltalán nem nagy probléma, úgymond nekem gyerekdalokat írni, sőt, most már könnyebben is megy sokkal a gyerekdalok szövege, mint annó a felnőtteknek szóló dalok szövege. Úgyhogy gyerekeknek a tisztasága és minden, ami az ő lényükkel jön, az nekem egy nagyon nagy ilyen feltöltődés minden egyes alkalommal, és nagyon jó visszajelzéseket kapok. És hogyha még a visszajelzés nem is olyan jó, az is igazából annyira, annyira őszinte és annyira tiszta, hogy azt is igazából jónak élem meg. Úgyhogy
Úgyhogy nagyon örülök, hogy rátaláltam erre az útra, mert bizony azért nyilván megvívtam én is a saját harcaimat magamban, de most már úgy érzem, hogy ez itt nekem elég jó most, ahogy van. Azért érzed-e azt, hogy bármennyire azt gondolná az ember, hogy a gyerekekkel könnyű, mert a gyerekek tiszták, kedvesek és mosolyognak, hogy azért hihetetlen nagy felelősség nekik bármit is adni? Mert nekik kell a legjobb minőséget adni. Érzed-e ennek a súlyát, és teszel-e azért, hogy valóban így legyen? Igen, gyerekeknek zenélni szerintem nem könnyű. Nagyon jó, de nehezebbnek mondanám, mint az, hogyha az ember idősebb embereknek zenél. Mert egy óriási felelősség az, hogy az ember milyen szöveget ír a dalaiban, hogy a dalok zeneileg milyenek. Szóval mivel én ugye ezt tanulom, ezért nagyon-nagyon figyeltem arra, vagyis igyekeztem figyelni arra, hogy ezek a szövegek, ezek anyanyelvileg is, és zeneileg is, vagy nem a dalok pontosabban anyanyelvileg is, és zeneileg is olyanok legyenek, amik fejlesztik a gyerekeket. Nagyon figyeltem arra a szövegeknél például, hogy elsősorban nekem ez a mániám, hogy a fantáziájukat a gyerekeknek mozgassuk, és igenis, nekem nem tetszik az, hogy manapság tényleg az van, hogy minden oda van téve a gyerek elé, és akkor gyakorlatilag ne képzeld el, hanem tessék, itt van, és akkor ezt utánozd le, vagy ezt csináld meg, és én azt látom, hogy a gyerekek szörnyen kreatívak, és vágynak arra, hogy a kis saját belső világukat így kifejezzék. És ezek a szövegek szerintem pont olyanok, amiket így, hogyha hallgatják a gyerekek, akkor így el tudnak benne mélyülni, elképzelik ezek ilyen külön kis világok. Legalábbis ezeket én így élem meg, aztán majd el fogok beszélgetni pár kisgyerekkel, hogy na, milyen volt? A gyerekek számára is már nagyon színes a paletta. Nagyon sokféle stílus, nagyon sokféle előadó közül válogathatnak. Ott vannak azért a nagy elődök, amiken például még én is felnőttem. Te neked van-e valaki, akiből tudsz meríteni, akiből töltekezel, vagy teljesen új utat keresel? Amikor készítettük ezt a lemezt, akkor én nagyon figyeltem arra, hogy ne hasonlítsak senkire. Pontosan hasonlítani lehet, ne legyen ugyanolyan, mint ez vagy az. Nekem vannak, hát úgy mondom, hogy példaképeim. Én Szalóki Ágit imádom, azt a zenét, azt a stílust, amit ő csinál. Nagyon sok fellépésén voltam, figyeltem, és én is élveztem, holott már nem vagyok kisgyerek. Persze hát nyilván a Halász Jutka szerintem mindannyiunknak, tehát hogy nyilván ő is egy példaképtelen. Őket, kettőjüket említeném, ebből így a zenei, gyerekzenei világból. Amúgy pedig példaképek, nekem még költők is, meg hát a saját családomban a középső bátyám a Bálint, akit mindig ilyen példaképnek mondok, és az anyukám, akik így rengeteget segítenek, és igazából tényleg felnézek rájuk. Ha már a költőket szóba hoztad, a Józsika és a Bóbita egy kicsit hasonlított egymásra. Igen, hát ez a Kölyök című vers, Lackfi Jánosnak a verse. Hát én zseniális költőnek tartom, és zseniális embernek is. Én az a szerencsés helyzet átvönt, hogy én ismerem őt személyesen, sőt belőle írom a szakdolgozatomat. Úgyhogy így nagyon bele vagyok merülve az ő munkásságába, és nagyon-nagyon, hát tényleg, ez, hogy zseniális, ez mindent elmond róla, és hát ez a vers az övé volt, tehát ez az ő verse volt, amit megzenésítettünk, mert hogy három vers volt, amit megzenésítettünk, az egyik a Lackfi Jánostól, a másik a Szalóci Danitól, az most nem hangzott el, és a testvéremnek, a Bálinnak az egyik verse, az a szerelmes, az az ő verse volt, amit megzenésítettünk, a többit ezt pedig én írtam. Azt mondod, hogy talán azért vonzódsz a gyerekekhez, mert lehet, hogy belül te is egy gyerek vagy még. De én egy kicsit fordítanék rajta. Lehet, hogy azért, mert egy olyan csodálatos gyerekkorod volt, hogy ennek az emlékét még mindig viszed magaddal, élénken él benned, és amíg élsz, addig kitart. Ez igaz? Hát ez biztos. Tehát, hogy nekem abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy így hihetetlenül kivételes családom van. Szóval nekem három bátyám van, nagyon nagy a család, nagyon sok unokatesom van. Szóval nálunk, nekem a gyerekkorom az életemnek egy olyan része volt, amihez én mindig vissza tudok nyúlni. Józsika, Józsika csápol, frászkarikát egyedülget, répa bűréd alatt csendül, pancsalidom, hasa ülled. Nem jártam még itt
itt ezelőtt sosem, de ahogy beléptünk a faluba, egy egészen különös, ilyen megmagyarázhatatlan érzés kerített hatalmába, szóval valami ilyen különös nyugalom. Ugye azért az életemet Budapesten élem, tehát hogy így kiszakadni vidékre, és tényleg egy ilyen családias közegbe, és ilyen nyugodtságba, és a természetbe, az nekem mindig nagyon jó, és mindig nagyon feltölt. De ez a hely meg különösen. És amikor megláttam, hogy hol lesz ez a fellépés, akkor eleinte egy kicsit úgy megszeppentem, picit zavarba jöttem, hogy illek-e én ide, de aztán annyira családias volt, és annyira kedves ez az egész, és annyira jó, hogy nagyon-nagyon jól éreztem magam. Legyünk hívek, leányka, örökké a markába, leánykának legyünk-e a szívében. A Crescendo Nyári Akadémia különlegessége, hogy operákat mutat be Zemplénben az operatanszak és zenekari kurzus résztvevőinek közreműködésével. Ez évben Purcell, Dido és Éneász című művét állították színpadra. A szerző gazdag fantáziája, hangjának megkapó őszintesége és kiváló színpadi érzéke a halhatatlan mesterművek sorába emeli a darabot, melyet az énekesek és a zenészek is szeretettel mutatnak be. Dido és Éneász tragikus szerelmi történetét magyar rendezők és olasz karmester mutatták be Sárospatakon. A Nyári Akadémián minden évben talán az egyik legnagyobb megmérettetés az opera előadás. Az idén Purcell darabját, Dido és Éneász történetét tekinthették meg a zenekedvelők. Ifjú tehetségekből pedig nincs hiány, az opera karaktereit egytől egyig olyan fiatalok jelenítették meg a színpadon, akik nemrég diplomáztak hazai és külföldi zeneakadémiákon. Én vagyok Belinda, a főszereplőnek a legjobb barátnője, illetve hát az első udvarhölgye, és én segítem a két szerelmes párt, hogy végre egymásra találjanak. Többször volt alkalmam játszani operákban, legutóbb 3 hónapja Pécsen a Kodály Központban adtuk elő Handel Julius Cézár keresztmetszetét, amelyben én voltam Kleopátra, az egyik főszereplő, és hát az is ilyen műhelymunkás, fantasztikus élmény volt. A Crescendo Nyári Akadémián való részvétel milyen volt? Mennyit tudtál fejlődni? Nagyon jó volt, sokat fejlődtem, nagyon sok tanárt megismerhettem, rengetegféle tapasztalatot szereztem, és nagyon jó volt itt lenni, tényleg. Én a főbb a szorkáim, vagy más néven varázslót fogom alakítani. A karaktert illetően, illetve a drámát illetően Belindával ellentétben én próbálom meggátolni a szerelmesek boldogságát. Úgy próbálom alakítani az eseményeket, hogy mindenki nagyon rosszul járjon. Milyennek tartottad a felkészülést az elmúlt néhány napot? Intenzívnek, ugyanis elég kevés időnk állt a rendelkezésünkre, hogy összerakjuk ezt a produkciót, úgyhogy mindenkinek nagyon toppon kellett lenni ahhoz, hogy egy eredményes munkát tudjunk folytatni. Milyen gyakran szerepelsz operákban? Hát operákban nem olyan gyakran, én inkább koncerténekes vagyok, viszont operát, illetően kifejezetten a barokk műfaj az én szerelmem és az én területem, úgyhogy kifejezetten boldog vagyok, hogy most itt egy barokk operát állíthatunk színpadra. Sikerült nagyon sok új élménnyel gazdagodnom, és úgy érzem, hogy mindenki tudott találni valami érdekeset itt. Ha jól tudom, akkor Éneásznak a szerepe, tehát Éneász végül is szerelmes lesz a főszereplőbe. Mennyire könnyű, mennyire egyszerű ezt eljátszani a színpadon, vagy megjeleníteni a színpadon? Már előzőleg is szerepeltem egy operában, én is szintén Pécsett a Handel Julius Cézárban, és ott is játszottam szerelmes karaktert, úgyhogy nem esett nehezemre ezt megformálni. Milyen a sárospataki közönségnek játszani? Nagyon jó érzés. Már volt egy fellépés, és nagyon, nagyon élveztem. Ez egy meglehetősen komoly darab. Mennyi időtök volt felkészülni erre? Hát azt hiszem összesen 2 hetünk volt rá, ebből csak 1 hét volt a maga próba folyamat.
Igazából addig csak a magát, a dalokat tanulták, csak zenei próbák voltak, és egy hét után kezdtünk el azzal dolgozni, hogy ez hogyan nézhet ki színpadon. Mivel kezd ilyenkor egy rendező? Milyen utasításokkal? Hát gyakorlatilag leültünk és megbeszéltük, hogy mi ez a történet, miről szól, kit hogyan képzelünk el, és mit akarunk ezzel az egésszel mondani. Ez inkább egy közös megegyezés, építesz arra, hogy milyen csapattal, milyen emberekkel dolgozol, vagy inkább a te terved, a te elképzelésed? Hát nyilván, hogy én azért készültem és jöttem egy tervvel, egy elképzeléssel, de hát amikor az ember ott áll a színészek, az énekesei előtt, akkor mégiscsak nem akar ráhúzni olyat, ami esetleg teljesen ellentétes lenne velük. Tehát nyilván, hogy ők is alakítják a saját személyiségük által azt, amit én elterveztem, vagy szeretnék. És hát ez meg is történt, úgyhogy alakították ők azért az elképzeléseimet. Sajnos most rossz időnk van, és emiatt nem a Rákóczi vár udvara a helyszín, hanem a református kollégiumnak az imaterme. Hogyan lehet ilyenkor gyakorlatilag néhány óra alatt alkalmazkodni az új helyszínhez? Hát igyekeztünk miniben konzerválni úgymond a helyszínt, hogy nekik tulajdonképpen a járások mondjuk ugyanazok maradjanak. Nyilván, hogy sokkal kisebb a tér, és ezért mindent le kellett egy picit kicsinyíteni. Tehát mondjuk egy oroszlánból egy ilyen kisegeret kellett csinálni, úgy, hogy viszont az oroszlán ereje megmaradjon. Akik játszanak a darabotban, hát és az, ahogy szokott lenni, operaénekesek, őket mennyire könnyű vagy nehéz segíteni abban, hogy a színészi képességüket, egy kicsit a színészi mi voltukat is megvillantsák? Hát ez változó. Van, aki könnyebben hagyja magát, van, aki nehezebben. Nyilván hát ez ugye egy nagyon-nagyon rövid periódus, tehát nem volt időnk kísérletezni több dologgal, inkább az volt, amit én szerettem volna, és akkor mondtam, hogy nézd, hogyha most ezt csinálod, ide mész, és így nézel vissza, akkor ez számomra, meg a közönség számára azt fogja jelenteni, hogy és akkor most mindenki arra néz, akkor irányítjuk a közönségnek a tekintetét. Tehát igazából nem volt arra idő, hogy nagyon rángassuk őket, vagy új dolgokat próbáljunk kihozni belőlük, inkább mindenki, amivel rendelkezett, már inkább azt használtuk. Tavalyihoz képest, a Donizetti szerelmi bájitalához képest meglehetősen más a helyszín. Hogyan lehet ehhez alkalmazkodni? Az a helyzet, hogy nem mi döntöttünk arról, hogy ezt az operát milyen helyszínen szeretnénk előadni. Amikor az ember egy darabot színre visz, óhatatlanul az is belekerül a pakliba, hogy hirtelen kell a változó körülményekhez alkalmazkodni. Én nem vagyok szomorú amiatt, hogy végül itt az imateremben kell az operát eljátszanunk. Ez is része a munkánknak, és így is nagyon jó lesz az előadás. A tavalyi opera történetében, és ebben is nagyon sok a hasonlóság, ugye szerelmes történetről van szó. A zenében mi a hasonlóság, hogyha egyáltalán van? Minden operában fellelhető a szerelmi szál. A tavalyi előadáshoz képest annyiban más az idei, hogy itt a szerelmi történetnek szomorú a vége. Viszont ami a zeneiségét illeti, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a két opera között több évszázadnyi különbség van. Stílusában, illetve abban, ahogy értelmezhető és színre vihető, nagy különbséget látok. A zenekar nagyon jól végzi a dolgát, mert vannak a darabban olyan stíluselemek, amit nem könnyű eljátszani. Nagyon elégedett vagyok velük. Ha már itt tartunk, hogy zenekar, akkor mit lehet arról elmondani, hogyan válogatta össze a zenekart, és hát mi lesz a fő hangszer, amelyik kiemelkedik? Nem én válogattam a zenészeket, mert amikor megérkeztem a nyári akadémiára, még nem ismertem őket. De azt gondolom, hogy egy nagyon jó csoportot állítottak össze a diákokból és a tanárokból. Ez egy nagyon érdekes és izgalmas kombináció. Ami a hangszereket illeti, két érdekességet említenék meg. Van egy csembalónk, illetve két lantunk, amelyek nagyon érdekes színt és ízt visznek a mai előadásba.
Az elmúlt években készült el a Magyar Állami Népi Együttes műhelyében a Magyar Rapszódia című előadás, amely a Kárpát-medence paraszti hagyományainak kavargó sokszínűségét mutatja be. A férfi táncok akrobatikussága, a páros táncok virtuózitása, a népzenei kultúra legszebb dallamai és a bravúros szólók teszik különlegessé a produkciót. A Sátoraljaújhelyi Latabár Színházban megrendezett előadás a Zempléni Fesztivál eseménye volt, melyre még a pótszégek is elkeltek. A Magyar Állami Népi Együttes Magyar Rapszódia című produkciója a tradícióra támaszkodva, abból inspirálódva hoz létre egy sajátos, egyedi táncelőadást. Színpadi formában jeleníti meg a historikus zenét, az autentikus népzenét és néptáncot, a dramatikus játékot, a világzenét és a látványszínházat. Mindezt a rapszódia műfajában, az érzelmek, gondolatok szenvedélyes hullámzásával és a kifejezés szabadságával. Miközben valami közünk van hozzá, de talán a mi parasztjaink, és akik táncosak és zenészek, akik ezt a kultúrát ránk hagyták. Azt hiszem, hogy a titok ő bennük rejlik, és hát talán a táncosaimban, a zenészeimben, akik ezeket a táncokat jól tudják interpretálni, jól tudják úgy táncolni a színpadon, hogy az a közönség számára átélhető legyen és megélhető legyen. És aztán vélhetően persze a koreográfusnak is van valami érdeme, talán valami dolga, hiszen megpróbálja ezeket a táncokat úgy színpadra állítani, hogy az a közönség számára érthető legyen, kedves legyen, megérintő legyen. Erre törekedtünk. Ugye a rapszódia az a zenében használatos műfaj, a romantika korszakához kötődik. Én azért választottam ezt a címet, hiszen a rapszódia az nagy hangulati változásokat jelent a zenében, és ezt szerettük volna a táncokban is, miközben persze a fő hangsúly valóban ezen az 1000 éves hagyományon van, amit aztán rába köszön egészen az Erdély legtávolabb csücskéig próbáltunk egy csokorba szedni. A dramatizálás az egy nagy kérdés. Nem is könnyű feladat, hiszen maga a népzene és a néptánc, ez nem mások szórakoztatására találódott ki, hanem önmaga szórakoztatására az embernek. Így ezért aztán nagyon nehéz helyzetben van a koreográfus, hogy hogyan csinál ebből színházat. De azért akármennyire is önmaga szórakoztatására találódott ez ki, azért ez jó ám nézni másoknak is. Még akkor is jó nézni, hogyha ez nem is színpadi műfaj. Azért ez a párkapcsolatépítésről is szólt, a szerelemről szólt, a férfi és nő itt tudott találkozni, a rokonok nézték, hogyan táncolnak, a férfinak vagy a nőnek a jobb táncos, mert látta, hogy jobban táncol, mint a másik, kedvesebb volt, szimpatikusabb volt. Tehát önmagában azért ez némi színház is ám, mellette pedig, ahogy mondtam, rendelkezik azokkal a nagyon fontos kellékekkel, amivel például a szó rendelkezik, tud fordulatos lenni, tud különleges lenni, tud attraktív lenni, tud játékos lenni, a mozdulat és a zene, és akkor már ott vagyunk a színháznál, csak egy megfelelő kéz kell, amely jól összetudja ezeket a különlegességeket rendezni. Improvizálnak-e, szabadok-e itt a táncosok, vagy itt azért minden kötött formában van, hogy egybe maradjon a produkció? Természetesen hagyom az improvizációt, miközben ez műsora válogatja. Vannak olyan előadásaim, ahol lényegesen több improvizációt hagyok a táncosoknak, mert az úgy van fölépítve a rögtönzésre, az állandó, spontán, személyes jelenlétre. Itt azért jobban ki van, mondjuk azt ilyen zsargomban, hogy pengézve a dolog, tehát itt kevesebb az improvizáció, de itt is hagyom, mert a mi táncainknak az egyik lényeg az improvizáció. Ha egy előadásból teljesen kiirtódik az improvizáció, akkor az egész a számomra lélektelenné válik, minthogyha egy mat felület keletkezne a színpadon, mint hogyha az ember hátrébb lépne,
holott itt az ember az a legfontosabb, hogy az meg tudjon jelenni, érintse meg a mozdulatával, a gesztusaival, a szeme csillogásával, azzal a belső töltettel, amivel mesél a táncán keresztül, hát miről? Önmagáról. Tehát vannak itt is improvizációk, bár kevesebb, mint más műsorban. De annélkül elképzelhetetlen nekem egy műsor. Az előadás egyik szólistája Herczko Ágnes volt, akit Újhelyben és Patakon nem kell bemutatni, hiszen gyermekkorát és diák éveit itt töltötte. Akár azt is mondhatnánk, innen, közülünk nőtte ki magát, és lett az ország elismert, tehetséges népdalénekese. Bárki bármhová elutazik a világban, a világ túlsó végére, az, amikor hazajön, az egyszerűen nem lehet összekeverni és összehasonlítani semmivel. Tehát tudom ugyanúgy, hogy nem csak az édesanyámék lesznek itt, hanem meg a bátyámék, meg a gyerekkori barátnőm, hanem az osztálytársak is, esetleg tanárok. Tehát úgy állok ki a színpadra, néha, mint amikor annak idején zongora vizsgán kellett, hogy őrületes druk van bennem, és az a fajta druk, hogy remélem, hogy nem hozok senkire szégyent. Fejlődik-e ez a darab, ahogy viszitek több éve országról országra, városról városra, és te magad lélekben, testben, hangban mennyire fejlődtél ez alatt az idő alatt? Sokat változott szerintem a hangom. Ahogy öregszem, úgy mélyül a hangom. Meg nyilván a nagy rutint szerez az ember, technikailag folyamatosan fejlődik. Én azért sokat többet tudnék viselni egy előadáson belül, mint amennyit ebben a műsorban énekelnem kell. De hát ez egy ilyen műsor, tehát ez nem rólam szól, ez elsősorban a táncról szól, és csak egyébként másodszorban a zenéről, a magyar népzenéről. Remélem ezért senki nem fog megharagudni, mert nyilván kísérőzene nélkül nincsen tánc, csak most abban a vonatkozásban mondom, hogy szerintem keveset énekelek ebben a műsorban. Mihály Gábor ennek a nőnek a koreográfusa, a megálmodója, milyen vele együtt dolgozni? A Misi olyan ember, aki hagyja magát elragadtatni az érzelmei által, és nagyon jó intuíciói vannak, és sokszor láttam már, amikor készült valami, és aztán másnapra az egészet egy tolvanással áthúzta, és azt mondta, hogy ez így nem jó. Tehát, hogy meri bevallani magának azt, hogyha valami tévútra került. És hát nagyon kiegyensúlyozott, korrekt kapcsolatunk van, elképesztően rugalmas velem szemben, tehát nem titok, hogy én nem csak az államiban énekelek, hanem máshol is, és hogyha ő nem lenne olyan jó fej és rugalmas, és nem engedne el máshová, akkor valószínűleg a karrierem se tartana itt. Nem is tudom, 3 vagy 4 évvel ezelőtt született ez a műsor, kifejezetten egy francia turné kedvéért, a francia megrendelő igényeihez próbáltunk alkalmazkodni, miszerint az volt a kívánalom, hogy szép eredeti viseletben, ez mondjuk a magyar ám népjelőtestől nem akkora kérés, de szép viseletben szép táncokat lehessen látni, és ugye a bartóki szellemben, ha lehet, akkor nem csak magyar, hanem például a szlovák táncokat is, és ez most is így lesz. És lesz egy olyan karikázó, ami a magyar-szlovák áthallásokat is szépen megmutatja. És persze azért legyen virtuóz, és ha lehet, akkor legyenek benne uniszónó mozgások, mert azt a fajta szabad tánc stílust a külföldiek annyira nem szeretik. Lényeg az, hogy végül is sikerült egy olyan műsort összeállítani, ami a vezetőségnek és a franciáknak is örömére szolgált, és ezt a műsort, miután nagyon nagy sikere volt Franciaországban, adaptálták a magyar közönség számára is, úgyhogy ezt lehet ma este látni. Thank you.
Folytatódik a Testvér múzsák Kazinci korában című előadássorozat, mely ezúttal a romantika híres bájait és táncait mutatja be. Az esemény a Magyar Nyelvmúzeumában lesz szeptember 13-án, 15 órától. Kedves nézőink, véget ért a mecénás, a Zemplén Televízió kulturális magazin műsora. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Jövő héten is számítok Önökre. Viszontlátásra!